Halljam, mondd ki! Bácsi! Hangosabban, nem hallom! Sziasztok, én Martin vagyok, és elérkeztünk a Half-Life 2 végigjátszásunk folytatásához. Ugye itt volt egy lövöldözés, azt most gyorsan megcsináltam, hogy azon már nektek ne kelljen szenvedni látásban. Ja, úgyhogy igazából csak annyit hagytam, hogy ez mégis elég megcsukta. Mondom én, hogy erre kell menni. Igen. Pontosan erre. Akkor. Thank you.
Nekem lefelé kell menni. Úgy gondolom. Áll. Jó, mindegy, ezt az egyet most ott hagytuk. Cucc, mármint hogy azért, na, eléggé nagy cucc, de... Barátom, téged most megdobálnak.
Azt a rohadt, na jó, ezt most láthatok, hogy miért ugrottam. Véleményem szerint amúgy arra kell menni. Mindjárt kiderítsen. Igen.
Csezd meg. Te kellett volna átmenni gyorsan, na mindegy. Ezt mondjuk úgy, hogy szerintem elztam. Méghozzá nem kicsit. Hogy? Várjál? Nem biztos, bár de. Ez nem volt jó ötlet, nem baj. Szerintem ezt tényleg elbasztam amúgy. Akarom megnézni, hogy zajnod. Lehet, hogy van egy másik megoldás is egyébként, amiről én nem tudok még. De most az a biztos, hogy ezt elcsesztem. Mi
Mikor volt az utolsó mentésem? Jó, visszatérek, hogy átjutottam oda, ahova szeretnék. Szerintem megvan, hogy mit szeretnék. Kicsit előrébb jutottam, úgyhogy... Már valamivel tovább jutottam, az már jó. Bazd meg, Gordon. Nem volt egy egyszerű dolog idejutni egyébként. Gondolom. Hopszika, majdnem. Hű. Hopszi. Erre tart. Orrlövészek választottak szét minket. Ő egy raktárba kényszerült. Induljon! Számít magára! Én is jövök! Thank you.
Merre kéne menni? Erre, gondolom én. Igen. Igen. Pontosan ide. Segítsen! Segítsen! Azt hittük, itt biztonságosabb. Nem tudtuk, hogy a hely fertőzött. A többiek felmentek. Az orvlövészekkel próbálkoznak. Zombik! Persze. Leszettem. Ügyes vagy. Ide! Gordon! Nem mozdulhatok az orvlövészek miatt! Ha így be egy gránátot hozzájuk, az kipucolja őket! Próbáld egy gránáttal, Gordon! Rendben, közgord. Fejtoszok! Ez az! Fedezd, Gordon! Én nagyon szívesen. Picsa, hova vagy? Arra hagyjál meg! Mentettem egy gyorsan. Jó van már, bár egy nyugi. Vagy Barni, vagy hogy az anyám vagy.
Hadd nyissam ki. A polgárvédelmi státuszom biztosítja a hozzáférést. Ez egy macska volt. Visszajár kísérteni. Figyelj a fejrákokra, Gordon! Nem figyelek a fejrákokra. Most az a 17-es város felvigyázójának egy központja. Ez a városrész legnagyobb átka. A hatalmas szupresszor miatt, ami az épület tetejéről szórja a poklot. Jó, van, gyerte. Meg mi is szórjuk nekik a poklot. Bocsánat. Ennyit a lopódzásról. Észrevettek! Megsérültem. Itt egy gyógykészlet. Szóban forgó kocsi. Minden kinyitottuk, vissza kell majd jönnünk ide. Feltéve, ha sikerül. Először is, be kell jutnunk a központba. Nyerjük vissza a bizalmukat, Dr. Szépen! Hagyja meg! Bizonyítanunk helyekért az emberi Döntsön helyet! Tessék, gyógyuljon! Adja fel! Kösz! Vigyázz! Mit gondoltam? Bocs, Doki. Közelébe se voltam egyébként, na mindegy. Jó, ehhez már közel voltam. Érdemelted. Merre?
hülye vagy. Ide lentről nem tudsz neki ártani, Gordon? Belülről kell kikapcsolnunk. Nagyon szívesen megtenném én. Sajnálom, Freeman. Menjétek, menjétek, kicsi. Gyógykészlet. Yes. Itt egy gyógykészlet. Megsérültem. Közelébe sem voltam. Itt egy gyógykészlet. Innen jött. Pont, adok. Jó van, gratulálok, micsom. Van, ennek van, van valami jelentősége, hogy ez itt leszakadt. Én voltam a hülye. Már megszokott. Ide lentről nem tudsz neki ártani, Gordon? És lentről akarok neki ártani. Takarodjatok már innen amúgy. Nagyszerű.
Engedni kösz. Jó. Mégis nekem mindegy, akkor ne találd-e. Hadd menjek el az útból. Én is ezt vártam, hogy em... lövegek! Rajtad van a Hevró, ha te bánsz el velük. Én majd kiütöm a konzolt. Hú. Guríts be oda egy gránátot, ha van. Az majd elindítsz. Remek, ezt kinyitom. Mielőtt tovább mennénk. Ups. Ja, innen jöttünk, menj vissza. Hadd menjek el az útba. Jó, akkor igazából csak erre van az út tovább. Szállítók! A tető felől fognak jönni. Sajnálom, Freeman. Hogy átjussunk a pajzsokon, ki kell lőnünk a generátorokat. Szép sorjában. Combine! Istenem, ezt idiótákat bazd meg. Nem tud. Kedvem még egyszer a... szarokhoz. Ha
fog jönni. Ez az. Bocs, Doki. Akkor egy autista szar. Elhoznak innen a bérből, és a kicsába köszönöm. Maradt még. Akkor erre menjünk tovább. Ó, ember! A felvigyázó ki a tető, mi meg éppen oda tartunk. Hű! Istenem! Akkor basszátok meg, jó? Legyetek még kiket. Hey, ez Freeman! Engedje ki minket! Engedje ki! Ez Freeman! Nélkülem nem megy sehová! Szép! Oké, két generátor maradt még. Mi meg éppen oda tartunk. Bocsánat. Nagyon jó. Ó, ember! A felvigyázó ki a tető, mi meg éppen oda tartunk. Istenem, hogy mindenki az útban van. Oh.
Próbáld az ugróaknát ellenük! Valaki kivág minket onnan. Állíts neki csapdát, Gordon! Inkább töltsön újra, Dr. Freeman. Mi lenne, ha elkaporodnak minket kicsába? Persze geci. Istenem, mert az összes nyomorék retardált faszbazd meg előttem csámpázik, mint valami izé. Csapdát, Gordon! De mit csinálok? Tök bemelte verre, mint vagy mi? Hogy lehetek ekkora fasz? Tudod már azt a kurva gránátot te... Istenem, te szerencsétlen fasz. Geci. Tudod, akkor ott jön.
Nagyon jó. Már csak ez van. Hű, ha ennyire védik, biztos van bent valami. Doki, én itt várok, még ki nem kapcsolod. Légy rése. Hogy lehetek ekkora idióta? Biztos van bent valami. Es neki, Doki! Én itt várok, még ki nem kapcsolod. Légy rése. A tetőre, Gordon! Azt megnézem, hogy máshol csináljunk, mert ez nekem most így héten nem megy. Végig másztam inkább, mert nem akartam azt, hogy egyrészt az, hogy sokáig tartson, másrészt az, hogyha esetleg nem megy, akkor még sok anyázást halljatok. De aki ismeri a játékot, egyébként tudja, hogy mit kell csinálni, aki meg nem, igazából most így, hogy úgymond tiszta a terep, megmutatom, vagy hát legalábbis megpróbálom. Így. Ugorj. Úgy. Itt is ugrani kell. Így. Itt is ugrasz egyet. És akkor itt így erre eljössz. Jó, bármit pusolj. Bármi kus. Óvatosan föl, úgyhogy ne érj hozzá a piros drót, vagy mi ez a piros lézerhez, vagy mi ez. Itt föl, itt erre, itt meg erre eljössz, és igazából ennyi, csak nyilván, mivel vannak ezek a piros izék, így óvatosabban kell csinálni, mint ahogy most én sem. A bármit meg lelövöm a picsába mindjárt. Ha
Várja most... Bármit akkor az anyámba vagy? Nem csak ez az egy kérdésem van, hogy bármikor a gecibe van. Jó, akkor jönne, vagy mi lesz? Tehát így... Vagy most beakadtál egyébként? A tetőre, Gordon! Jó, én mennék, csak akkor... Induljunk a tetőre, Gordon! Utánam! Utánam! Szeretném, hogy én leszállnál a picsába. Akkor megyek né... Gyerünk, Gordon! Jó. Úgy be vagy szorulva ide, bazdom. Jó, fogd be. Most ne basszál már ki velem. Ó, hogy... Véres, vérvörös, mocskos, fú, bazd meg. Nem. Bocsánat. Na, egy pillanat, mert itt súlyos problémák vannak. Vissza kellett tölteni, de akkor most meg tudom mutatni. Így.
Majdnem, elbasztam. Oké, itt áll. Oké. Akkor most megint mentünk egyet. Végre bárni badnak, még nem adhattál be. Ennyi, mindegyik leállt. Ez a tetőn lévő szupresszort is leállítja. Induljunk a tetőre, Gordon! Éreztem én itt, hogy valami... Bármi? Soly. Hú, lelövöm. Tudom, nem tudom lelőni, de lelövöm. Megölöm. Valamilyen módot találok, hogy lelőjem a picsába. Egyet. Le a földre! Ez lesz a mi kapunk. Hadd nyissam ki. Kész. Dr. Freeman, várjon! Csatlakozunk! Én itt maradok és nyitva tartom a kaput, amíg lehetséges. Menj fel és kapcsold össze a függőhidat. Minden irányból be kell engednünk az erősítést. Ha jönnek még át polgárok, felküldöm őket hozzád. Majd még összefutunk, Gordon! Jó van. Bár nem akarok veled összefutni, hanem... Fönt! Mi az anyja csinálja a kapcsolatban? Yes.
Jajjaj, nincs több izé. Anyádért nem talállak el a műleg. Akkor legyél egy jó kis Hogy lehet valami ennyire új? Hol vagy? És persze. Kérdezem én, hogy akkor innen most hogyan tovább? Végre tovább tudok jönni. Véleményem szerint le kell mennünk, hogy lemegyünk.
Már úgy döntöttem, hogy végig játszok a játékot. Dr. Freeman, mivel kikapcsolta a szupresszort és kinyitotta a kaput, rengeteg embert tudunk átjuttatni. A Combine most megszívja. Van egy láda rakéta a tér túloldalán. Azzal már félkézzel le tudja szedni a lépegetőket. Freeman után! Jó, nem baj. Jól van. Ja, hogy ott meg elfelejtettem menteni? Gratulálok már. Baza, ügyes.
A picsa volt ez. Elpusztítottak? El. Ott van, nem mindenki. Jó, na, szóval akkor ilyen, akkor is mondom be. Na de jó, kifogyott. Akkor ezt így kell megoldani. Ügyesebb, vagy hát ügyesebben kell így mondani. Nagyon jó vagy, Batman. Nem kell találni, fölösleges. Eltalálni búz is. Jó, persze. Persze. Jó, oké. Majd ezt így elhiszem, jó? Egyszer, valamikor. Az nem most lesz.
Na végre, köszönöm szépen. Kérdésem van, Martin, hogy mi a kurva anyádért nem mentetted, amikor legyőzted végre ezt a szájon baszod a buzítalt meg? Idióta passz. HP vagy valami. Mert az így nincs. Ja igen, ez kifagyott. Most nem tudom, hogy amúgy jó felé jövök-e, vagy sem. De talán igen, mindjárt megnézzük. Mert nem feltétlenül egyébként.
Nem tudom még egyébként mennyi van belőle, de most egy kicsit úgy érzem, hogy bízom benne, hogy már nem olyan sok. Jöjjön mindenkinek egy kicsit cigány. Nagyon jó. Még hányan akarnak itt jönni egyébként? Tehát így... A faszom bejöttek, büdös gecik. Fasz villogott. Gyönyörűen felrobbantottátok magat, vagy gratulálok amúgy. Ez a teljesítményhez. Innen jöttem. Arra. Azért tudtam, hogy itt valami nem oké. Most így visszafordultam. Fotult anyádat reggel este délbe. Reggel délbe este, tök mindegy.
Nyugodtan kameráz. Dr. Freeman! Zűrzavar van! A Citadella környéke nyüzsög a lépegetőktől. El tudjuk intézni őket, csak magasabbra kell jutnunk. Lassan a Citadella falához érünk, Doki. Dunsztom sincs, hogy a fenébe fogjuk áttörni, de maga ezt jobban fogja tudni. Na, hogyne, persze, én mindent jobban tudok. Húzza meg, nem? Valahol nincsen rakétavető izé töltény, vagy valami. Mert ezek olyan jó meg vannak oldva. Én érzem.
Mégis persze, állj belém hátra. A faszom volt ez. Let's go.
Tessék, egy gyógykészlet! Meg. Jó, megyek felvételtelenkem. Muszáj voltam egy kicsit megállítani, mert nem tudtam, mert ugye ezeken át kell menni, ezt meg kellett nézni. Kivételes. Jó, nem kivételes, ezt hozok semmi. Mindenképp. Hé, segíts egy kicsit! Szerinted mi az anyámat csinálok, hát? Csöbbi átcsöpört a téren, ledöntve néhány falat, és szerintem Elixet keresi. Mint ha valahonnan tudná, hogy a Citadellában van. Elix nem akarná, hogy még nagyobb bajba kerüljön, de próbáld te megállítani. Hé, Csöbbi, ne az! Csöbbi megoldja! Csepi vagány gyerek. Ha nem jó ját. Szerintem azt akarja, hogy átmenj, Gordon. Jobb, ha sietsz. És ha látod Dr. Brain-t, azt üzenem! És ha látod Dr. Brock-it, akkor azt üzenem? Nem, egyszerűen. Ugrottam, basszalak meg. Köszönöm szépen, hogy átengedtél. Az a röke megérzésem, hogy... Nem. Ebből alá lett volna itt. Meg amúgy is az lett.
Oké. Oké. Talán erre. Talán ez kell nekem. Igen. Thank you.
aktív. Bekapott. Itt van végre, Dr. Freeman. Bár mondhatnám, micsoda kellemes meglepetés, de ez sem nem meglepetés, és közel sem annyira kellemes. Még hogy nem vagyok gyakorlatias. Kap be. Szeretném hinni, hogy más körülmények között képesek lettünk volna a kölcsönös bizalom és tisztelet légkörében együtt dolgozni. Ami biztos, hogy a Black Mesa-ban az én vezetőségem alatt ígéretes jeleit mutatta annak, hogy a tudomány értékes részesévé lesz. És mégis, nem tudom, mi sarkalta erre, de jelen világunkban igazán nincs helye egy lázadó fizikusnak. Én nem látom, én tök normális vagyok. Vagy a hülye is meg én. Kell mondanom, hogy ez így szar, mármint hogy értem én, hogy nincs fegyverem, ami megállt, de... Persze részben a mentorai a hibások. Sokkal nagyobban csalódott a Eli Vance-ben és Isaac Kreiner-ben, mint amennyire az ő pályafutásában. Bizonyos értelemben nem is tehetett volna másként. Ki tudja, milyen eretnek gondolatokat plántáltak magába, amikor még fiatal volt és naív. És már részben ők is felelősek, csupán maga az, aki úgy döntött, hogy az emberiség jövőjét önfejűen a semmibe veszi. Jó van, papi. Thank you.
mostanában. Jó, erre nem számítottam. Akkor nem megyünk el jobbra, amint ilyen. Szűklátókörűségünk szerint, hanem oly módon, mely minden képzeletünket felülmúlja. Még csak most kezdjük kapizsgálni. Nagyon jó nektek.
Ezt hogy csináljam, öltem az itt lévő a szart? Nézze, Gordon! Nézze csak, mit taszít el magától! Hát megéri! Hogy a picsa? Jó, oké. És most? Én azt hittem, hogy gáz lesz, de nem lett gáz. Mikor azt elveszi? Hát paraszt. Innen már átveszem. Ne ellenkezzen. Amíg ott van, ahol ő akarja, úgysem tehet semmit. Sajnálom, Gordon. Jó van, persze. Szent csillagok körüli ősi égitesteken tenyésző értelmes gombák. Intelligens légi jelenségek által lakott gázóriások. Dimenziók felületein szétterülő világok. Korlátozott szókincsünk le sem írhatja őket. Amit én láttam, arra szintén nincs szó, Breen. Népirtás! Leírhatatlan gonosz! Te jó ég! Csak nem Gordon Freeman végre valahára. Mi ez? Na, tegye csak le oda.
Hálás vagyok önnek, doktor. Először elvezet legrégebbi barátom küszöbére, aztán feladja magát. Ha tudtam volna, hogy az irodámba készül, eleve nem is vesződtem volna az elfogásával. Azzal, hogy mindketten a markomban vannak, én diktálhatom a kombájnnal kötött alkuk feltételeit. Dr. Green. Wallace. Igen, Judith, mi az? Eli életére kéne alkut kötnünk, hogy folytathassa a kutatásait. Magának hála, mindenünk meg is van hozzá. Elég képzett a kutatásai befejezéséhez. De sem maga, sem én nem tudjuk meggyőzni a csűrjét, hogy hagyjon fel az értelmetlen harccal. De Eli látszólag nem akarja megmenteni őket. Megmenteni? Minek? Eli, ha az összes emberért nem teszi azt, ami helyes, megteszi talán az egyikükért. Elix, kincsem. Apa! Gordon? Ne. Az istenit, Green! Erősszel! Ez magától függ, öreg barátom. Hagyja, hogy makacsága elátkozza egész fajunkat, vagy... megadja neki az esélyt az anyjával ellenben? Hogy meri a szájára venni? Elix, kedvesem, a szemeid anyádé, de makas vagy, mint az apád. És még semmit sem látott belőle. Valóban? Akkor lássuk, hogy érzik magukat egy kombájn portál másik végén. Rajta, Brin! Ha csak ennyit elik magától, küldjön át minket a portálján! Ó, ennél van rosszabb. De talán nehéz lesz elhinni, amint meglátják. Ez szükségtelen! Egyetértek, kár érte. Szerencsére az ellenállás hajlandó új vezért elfogadni. És ez itt remek gyalog azoknak, akik lépnek vele. Nem! Ne hallgass rá, Gordon! Ehhez mit szól Dr. Freeman? Tudta, hogy azért a szerződése, aki a legtöbbet Gordon ajánlja? Gordon sosem kötne magával semmiféle alkut! Ez bizonyára nem előttük kívánja megvitatni. Útjukra bocsájtom őket, aztán nyíltan beszélhetünk. Ne erőlködj, kicsim! Apa, úgy sajnálom. Elix, kincsem! Judith! Mégis mit gondol, mit művel? Azt tesszük, amit egyedül sosem tudtam volna. Megállítjuk. Igen. Őrség, ide be! Maga ellen fognak fordulni, Judith! Dr. Mossman, kérem! Sajnálom, Wallace. Kifogyott az időből. Na-na! Siessen! Apa, tarts ki! Bolond! Vigyázz, megfog! Nem! Jaj, miattam ne aggódj, kicsim! Nincs idő, Elix. Úton van a portálhoz. Ez kelleni fog. Dr. Mossman, Judith, vigyázzon az apámra. Te csak ne aggódj! Apa, nem búcsúszkodom. Soha. Gyere, Gordon. Induljunk. Ez az én lányom. Gordon, alig ismerjük egymást, és nem volt okod rá, hogy ezt tedd. Nekem meg kellett mentenem apámat. De te... én... köszönöm, hogy utánam jöttél. Hé, hallgasd! Ő az! A portál célállomása nem rögzíthető. Máshová is állíthatja. Kizárt túléljek abban a környezetben. Gazdatest? Biztos a viccel, az képtelenség. Ott van! A francba is, ha ez kell hozzá. Siessen, így jön mögöttem! A franc! A fenébe már megint! A gravitor puska. Fogalma sincs róla, mi? Vajon hová mehet? Gyors, megnézem, hogy még kb. Mennyi van belőle. Aztán folytatjuk.
Már az utolsó fejezetben vagyunk, jó. Úgy látszik, átadta a vezérlést a másik oldalnak. Be kell menned a magba. Szállj be a liftbe és beengedlek. Ne felejtsd fel, ő van töltve, ne aggódja. Adj neki, Gordon. De légy óvatos. Már nem sok kell ebből. Nem tudom egyébként meddig fog tartani. Ez Dr. Green, ott van! Dr. Freeman, igazán nem kellene ott lennie. Az átlépés pillanatában a kamrát olyan halálos részecskék árasztják el, melyeknek a tudomány még nevet sem adott. Ha majd lesz időm, egyetörről fogok elnevezni. Én nem merül teljes feledésbe. Mikor a szingularitás összeomlik, én messze leszek innen. Ami azt illeti egy másik univerzumban, maga viszont elpusztult minden elképzelhető módon, sőt, oly módokon is, melyek alapjában véve lehetetlenek. Mi a fene? Jaj ne! Kombány katonák! Honnan jönnek? Mondd, hogy ez följebb visz, légy. Nem, lejjebb visz. Nem. Velünk van még Dr. Freeman.
Azt hiszem már nem sokáig. Bár hasznos célokra fordította volna határtalan energiáját. Istenem! Nyílik a portál! Miért kapcsoltam be az izét? Remélem elbúcsúzott mindenkitől. Nem tudok vele mit kezdeni, bazd meg. Meg. Úf, legalább most már tudom, hogy... Mi a fasz? Mi a fene? Jaj ne, kombány katonák, honnan jönnek? Mondhattam volna, hogy ez értelmetlen, Dr. Freeman. Menj, Gordon! Velünk van még, Dr. Freeman. Azt hiszem, már nem sokáig. Bár hasznos célokra fordította volna határtalan energiáját. Istenem! Nyílik a portál!
Freeman nem tudja, hogy mit tesz ezzel. Remélem el. Istenem, bozd meg, de hülye vagy, miért itt a föld? Siess, Gordon! Mielőtt elmenekül! Menj tovább! Dr. Freeman, azt hiszem már nem sokáig. Bár hasznos célokra fordította volna határtalan energiáját. Nem, nincs. Nem sok a múlt, de... Idő, Dr. Freeman? Már megint eljött az az idő. Pedig, mintha csak most érkezett volna. Mi sokat tett ilyen rövid idő alatt? Olyannyira, hogy kaptam néhány érdekes ajánlatot a szolgálataira. Rendszerint fontolóra se venném őket, de most rendkívüli idők járnak. Ahelyett, hogy a szabad... Bocsánat. Döntök ön... Ha és amikor újra eljön az ön ideje... Azt akartam mondani, hogy jól megyek. Nézést kérek, hogy az ön számára ez önkényesnek tűnhet, Dr. Freeman. Bízom benne, hogy minden értelmet nyer majd, miközben. Nos, erről tényleg nem beszélhetek. Addig is én itt kiszállok. Nem lehetne az, hogy én valahogy megkeresem és kinyírom most a francba? Hát... Mondjuk azt, hogy nagy nehezen, de... Végeztünk a Half-Life 2 alapjátékkal, és ugye majd még vissza van az epizód 1 és 2.
de mint mondtam, az a Half-Life 2 alapjáték után megnézzük, hogy mi történt ezelőtt az egész előtt, tehát nekiállunk a Half-Life 1 Black Mesa részének, amiből már egy részt fölvettem, azt majd ez előtt látjátok, mielőtt befejeztük ezt a részt, vagy láttátok már, úgyhogy én köszönöm a figyelmet, a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok! Senki nincs mit mondanom.